Meg szeretném megadni az alkalmat, hogyha már beszélünk, hogy mi a Bándi Kata gyilkosságában nyomozunk a Józsival, és őszintén szóval egész Pécs lakossága szinte hülyétel nélkül, akiket beszéltünk, senki nem fogadja, hogy mi történt volna a gyilkosság, mint ahogy a Baranya megyei rendőrkapitányság ezt előadja. Tehát ugye az a hivatalos verzió, hogy ez a P. László, hogy itt is van egy ilyen roma probléma, hogy a P. László, ami a cigán származású, ő elment a Bándi Kata Dugonis utcai lakásához, ott találkoztak, és onnan aztán elindultak, és kb. 800 métert elmentek egy olyan helyre, ami teljesen beláthatatlan, és csak három dolog történhet, hogy az emberek kirabolják, megerőszakolják és megölik. Tehát ez állítólagosan a pszichológus hölgy, aki a rendőrségen dolgozik, a saját lakás előtt nem érezte magát biztonságban, és 800 méteren keresztül magától ment erre a helyre, ahol csak ez a három dolog történhet egy emberrel. Tehát teljesen egyértelmű, hogy itt valami egészen másról van szó. Azt tudjuk, hogy a P. László az ellopta a telefonját valóban akkor éjszaka a Bándi Katalinnak, de nagy valószínűséggel nem ő követte el a gyilkosságot, hanem ezt be kellett vállalnia. És ez nagy valószínűséggel egy maffia ügy. De a Bándi Kata mamája, a Bándi Edit annyira fél, és félti a másik két gyerekét, hogy egyelőre nem nagyon mer erről a dologról beszélni, de valamifajta politikai és sajtótámogatást igényelne, és amennyiben, hogyha ezt megkapná a Bándi Kata a mamája, aki nagyon erős asszonyom, omlott össze, úgyhogy azért meg kell mondjam, én beszéltem a boncmesterrel, és azt mondták, hogy olyan állapotban volt a holteste a szerencsétlen Katalinak, egy 25 éves gyönyörű kislánynak, hogy a kukacok másztak már ki a szeméből, és teljesen föl volt puffadva, és szinte identifikálhatatlan volt a teste 3,5 nap alatt. Ezt az anya kibírta, és végigvinni ezt a harcot a Baranya megyei rendőrséggel szemben, hogy bebizonyítsa, hogy ez a gyilkosság nem úgy történt, mint ahogy a Baranya megyei rendőrkapitány előadja. Az a baj, mert politikailag olyan szinten elzárkózott, hogy így a temetés kapcsán is kikötötte a család azt, hogy nehogy ebből valami olyan dolog legyen. A temetés nem egészen úgy volt, hogy itt bocsánatkozzak a temetésen, az ott tele volt titkosszolgálat, és hát NBA-sokkal tele volt a temetés. Most, ha az egy tiszta, úgymond egy sima, nem jelöszakos gyilkosság lett volna, akkor a titkosszolgálat nem fogja a rendőrséget. Ezt meg én láttam személy, saját magam. Tehát a Józsi lement azért, mert mi tudtuk, hogy hogy nézett ki az a telefon, amit ellopott a P. László. Tudunk egészen véletlen az Olivier, akit szintén ugye azt hazudta a rendőrség, hogy országosan köröznek, és ő a társtettes, az én lakásomba került valami úton, módon. És ő elmondta, hogy a P. László szombatról vasárnapra hajlal a viradó éjszaka gyilkolta meg állítólagosan a Katát. Vasárnap már őt hívta, hogy gyere vissza Komorról, és utána ücsörgött és facebookozott szerdáig, amikor is megtalálta a rendőrség a holttestet, és akkor annyit mondott, hogy csak nehogy összefüggésbe hozzanak engem ezzel a gyilkossággal. Tehát teljesen nyugodtan viselkedett minden hozzátartozójával, az anyjával, a barátnőjével, a volt feleségével, teljesen nyugodtan kommunikált, ült otthon, nem ást el a holttestet, mert egy nagyon intelligens, jól képzett, olyan szempontból, hogy jó besuranó tolva, ott nagyon okosan tudta ezeket a dolgokat csinálni. Nincs az a gyilkos, aki elviszi a telefont, és 5000 forintért adta el a telefont, ennyit tudunk. Tehát az Olivier konfirmálta, hogy a Bándi Kata a telefonja nála volt hétfőn, amikor utána találkoztak, és azt eladja, és ezért lebukik, és életfogytiganyt kap. Tehát ilyen nincs. Kettő, minden normális gyilkos, aki normális időszerűen próbálja a holttestet eltüntetni, tehát nem azzal, hogy na, akkor a kutya futató mellé oda dobom, és várom, hogy asszalódik, és majd csak a kutyák elakadtuk. Észreveszik. Tehát, ő 20 napos börtönbüntetését nem akart eltölteni a homokon, gyerekek, furcsa a helyzet a telepben, mert jogosítvány nélkül nem tudjátok azt, hogy milyen. Megpördül a kerékonnél túl, barátom, túlhatod. Legyen, és ne szaladjon el Horvátországba, és ő követte volna a gyilkosságot. Tehát maga a P. Lászlónak a viselkedését ásóba, abszolút nem még, mutatja még, azt, hogy követte volna a gyilkosságot. Most szerdán annyit mondott az unokatestvérnek, hogy csak nehogy összefüggésbe hozzák a gyilkossággal. És attól kezdve egy kicsit idegesebb volt, de akkor se utána igazán. Tehát nem menekült, nem az volt, hogy nem most akkor lelép Horvátországba, mert úristen meg fogják találni. Ha beszéltünk a volt feleségével, azt mondta, hogy soha nem volt erőszakos szexuálisan, abszolút kedves volt. Ha ivott, akkor nem lett agresszív. Nem ivott bort, egyáltalán nem ivott bort. A rendőrség azt adja elő most, hogy 2 liter bort megivott az éjszakán, meg még valami kábítószert is. A kábítószert azt mondta az Olivier, hogy igen, azt ilyen valami, nem tudom, valami füves, nem tudom, micsodát szedett. Füvezett állítólag. Füvezett a példászó, de bort soha nem ivott. Nem jöttek az alkohol. Most ezek után hirtelen érdekes módon az éjszaka 2 liter bort megivott, ugye ez nem stimmel szintén. És
Tehát nem, a viszkiti volt akkor is se lett agresszív, és egyébként sem volt. Minden szeretője, régiüdője, felesége, mindenki állítja, hogy soha nem volt semmilyen szexuális aberráció, semmifajta agresszivitás a nőkkel benne. Tehát a személyisége nem stíme. A Katalin mamája elmondta, hogy a lány akkor 3 hete szakított egy fiúval, és éppen azt mondta, hogy egy évig férfit nem akar látni. Tehát az elképzelhetetlen, hogy Katalin egyből beleszeretett volna a Pélászlóba éjszaka 2:30-kor a Dugonics utcai lakás előtt, és elsétált volna vele az erdőbe, hogy ott nem tudom, hogy kicsit... Hát az egy olyan lány volt, hogy 21 éves koráig nem is ért nemi életet. Tehát egy teljesen normális, soha nem volt ilyen alkalmi kapcsolata, éppen akkor szakított a barátjával. Tehát elképzelhetetlen, hogy ő be akar menni a lakásba, találkozik a Pélászlóval, és hogy Pélászló meg ne tudja, hogy ő hol lakik, ezért elmegy egy olyan helyre, ami 800 méter arrébb van, és teljesen zárt, és szakadék van, és ott csak mondom, 3 dolog történt vele, ami meg is történt. Már a megerőszakolást azt nem tudják, mert azt mondja a boncmester, hogy a Angyal Miklós, az igazságügyi orvosszakértő azt mondta, hogy annyira fölbomlott már a test, hogy a DNS, a férfi DNS, hogy volt vagy nem volt spermium, azt nem tudják megállapítani, amiről mi közben azt tudtuk meg, hogy bár én orvos vagyok, de ugye nem ezzel foglalkozom, hogy ma mi 4-6 hónapig megmarad a lágy szövetnek is a DNS-e, hogyha 40 fokos melegben is, de ezt még nem verifikáltuk. Tehát ez sem igaz, hogy nem tudják megállapítani, hogy megerőszakolta vagy nem erőszakolta meg. Tehát semmit nem lehet tudni, semmit. Viszont azt lehet tudni, hogy egy másik utcában arrébb valaki hallott egy csikolt, betuszkolnak valakit egy autóba, és egy fekete autó elmegy, de azt a szállat teljesen elvágta a rendőrség. És mindenki Pécsén azt mondja, hogy képtelenség, hogy a hölgy az fogta volna magát és elment 800 méterre némán, annélkül, hogy rugdosta volna az ajtókat. Olyan, ilyen alacsonyan vannak az ablakok végig. Nincs kertes, nincs kert előtt, hanem így be lehet dörömbölni 800 méteren végig. Akkor van 2 kamera felvétel, amiről némán hallgat a rendőrség. A Vadász utcai buszmegállóbantól kezdte állítólag erőszakosan lögdösni a gyilkosság színhelye felé a Pélaci a hölgyet. A feletti buszmegálló fölött van 2 ragyogó kamera. Tegnap éjszaka lementünk a Józsival, hajnali 2:30-kor. Infrakamera van, tehát éjszaka is vevőkamera van, és némán hallgat a rendőrség, hogy annak a kamerának a felvétel mit lehet látni. Sőt, kiderült, hogy a Facebookra egy valaki a Roxy kávézóból felrakta a saját kamerának a felvételét, azt leszedett a rendőrség a Facebookról. Ott lehet látni akkor, tehát azt megszereztük azt a fényképet, és utána még egy csomó kamerán lehet látni akkor, tehát egyedül, és arról is némán hangot a rendőrség, hogy azok a kamerák, azok működtek, meg van felvétel, de azt úgy, este találkoztunk egy srác, aki azt, hogy Pék, és a majdnem a Dugonis utcánál van egy pékség, ott dolgozik a haverja, mint Pék, és ott van kamera, és a rendőrség elvitte a kamera felvételt, de egyébként néma, semmi nincs a kamera felvételre. Most annyit tudunk, hogy a Bánik Kata papájának hirtelen gazdagodott meg, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meggazdagodott. És hogy nem egészen úgy tűnik, hogy minden rendben van ott az üzleti dolgokkal. Tehát nem az a valószínű, hogy valamit meghallott a Kata, és azért tölték meg, hanem hogy ez egy maffia leszámolás, amit annyiban tudunk megerősíteni, hogy attól kezdve, hogy elkezdtünk nyomozni a Józsival ebben az ügyben, attól kezdve olyan szintű fenyegetések jöttek a Józsi e-mail, meg kirakta Józsi a e-mail címét, hogyha valaki valamit tud, akkor informáljon minket, hogy... Bocsánat, igen. Halló. Leúsztatnak paksik a Dunán, meg ehhez hasonló. Ne szíveraktassunk több információt ki. Tehát ha ez a sima cigánygyilkosság lenne, akkor nyilván az elkövető sitten van, utána nem lenne fenyegetés. Tehát, egy személyes gyilkosság lenne, mint ahogy ugye a rendőrség elő, hogy P. László a gyilkos és senki más, akkor ki az, aki minket fenyeget, illetve veszélyesen? Először telefon jött 8 másodperc, volt, hogy álljatok le, majd utána a fenyegetést tettünk, és utána jöttek a fenyegető e-mailek, tehát elég sorozó e-mail címek. Tehát olyan, hogy megerőszakolt és feldarabolt nőknek a holttestéről fényképek az e-mail címére. Úgyhogy közben, hogy a Bándi Katáról is ugye nem tudjuk, hogy mi történt pontosan, mert voltak valami égési nyomok is a testén állítólag, de ezt sem lehet tudni, mert állítólag annyira szétbombott a holttest, hogy a boncmester azt mondta, hogy nem is biztos, hogy jól látják, amit látnak, tehát nem tudjuk, hogy ki történt, de az biztos, hogy úgy nem történt, mint ahogy mondják, és az biztos, hogy ha Pélászló egyedül elkövető volna, akkor kifenyegetett volna minket meg, tehát az Országos Rendőrfőkapitányságra tettünk fejlentést ez ügyben. És mondom, mint ahogy
voltam a papának nagyon-nagyon furcsa üzleti ügyei vannak, és nagyon sötét dolgok vannak, ott elváltak a feleséggel, és nagy valószínűség, igen, amiatt törték meg a katát, és a Darany megyei rendőrségben így a mafiát. Tehát ezzel a dolga én azt gondolom, hogy a Jobbiknak foglalkozni kéne, mi nagyon szívesen átadjuk az összes anyagot, amit felvettünk videót éjszaka, tegnap a Sulival nem voltunk. Azonnal, hogy lementünk tegnap Pécsen a gyilkosság színhelyére, megérkezett egy rendőrautó egy percen belül, utána kijött egy civil rendőrautó, amiben nyomozók voltak, és kérdezték, odaálltak a mi autónk mellé, és akkor mondtam, kérdezték, hogy mit csinálunk itt, és mondom, hogy nézzék, aznak a kamerát nézzük, és azonnak a felvételeit szeretné a lakosság megnézni, hogy mit látott az a kamera, mert ha igaz, hogy a Pélászó innen vonszolta be a katát a gyilkosság színére, akkor annak a kamerának mind a két blendéje kellett, hogy mutassa, hogy mi történik. Mondom, ezt miért nem, erről a rendőrség miért nem beszél, és erre így eltűztek. Aztán, amikor jöttünk ki Pécsről, hajnali fél négykor, akkor kikísért a rendőrautó minket. Ha most ez mind föl van, mivel ott van a laptopján a sodilag. Hát ha a rendőrség tiszta volna ebben az ügyben, akkor miért szálltak ránk annyira tegnap éjszaka? De még történt más is, tehát jöttünk vissza Pécs, elvették az autóforgalom miatt. Amikor először lement nyomozni ők. Csak úgy. Mikor először is ketten mentünk lenyomozni, és utána én másnap dolgoztam, és mondtam, hogy menjen a temetésre. És az én autómmal ment le a Józsi, ahogy visszajött a Sodi, kiszálltam a Moszkva térnél, kicsit arrébb, és a Moszkva térnél megállították az autót, rávilágítottak, nem nincsen rajta a matrica, mert eltört a szélvédő, és nem találom a matricát, ami az a szélvédőre kell rakni. Rávilágítottak, és mondták, hogy forgalmi jel. Tehát nem nézték meg a kerekeket, nem semmit. Na, tudták, hogy mit... Szétudatosan mosolyogban kinevetve mondták, hogy forgalmi jel. Utána leállítottuk a Amerikai Egyesült Államok rezidenciája mellett lakom fönn a 12. kerületbe, leállítottuk az autót oda. Két nap múlva fölmenjünk, hogy megnézzük az autót, azt mondja Józsi, hogy nézd már, a kamerák másképp állnak, mert direkt egy kamera alé állítottuk le, hogy valami rossz érzésünk volt, hogy ha már elvették a forgalmit, nehogy el is vigyék az autót. És akkor azt mondja Józsi, ülj már be, kíváncsi, csak hogy el tudod beindítani. Hát nem tudom indítani, akkor hoztuk ki a szervizből a Toyotát. Tehát el is rontották az autót. Elvették, a magyar rendőrség elvett a forgalmimat, és utána elrontották, és nem tudom azóta se, hogy mi van most. Kölcsön autóval jöttem le. Ha csak ennyire rajtunk vannak, mikor mi nyolzunk ebben az ügyben, és elveszik az eszközt, amivel vissza tudok menni esetleg Pécsre, és még egyszer be tudom bizonyítani, hogy a hét szomszéddal is beszéltünk, aki alatt lakik a katának. Azt mondta, hogy nyitva volt az ablak, nagyon meleg volt az nap éjszaka. Ott van az ágyam az ablak alatt, ha ott lettek volna, és egy kis hang jön ki a katatorkán, meghallottam volna. Na most még rendben van, ez nem igaz, de egyel arrébb van egy cigány kislány, 12 éves, kijajol az ablakon, és mondom, hogy a kislány, szerinted itt járt a bandikata meg a Pélászó aznap éjszaka? És ha itt nem járt, mert nekünk van kutyánk, hogy minden zizenésre ugat, és a kutya nem ugatott. Erre direkt azért mentünk tegnap vissza hajnali fél háromkor, ugyanabban az időpont, mondom, hogy megnézzük, hogy a kutya ugat-e valóban. Hát olyan ugatást végzett a kutya, föl van véve, tehát 100%, hogy a Baranyai Megyei Rendőrség hazudik. Most ezen az ügyön keresztül meg lehet mutatni a Baranyai Megyei Rendőrkapitányságot, és a Pinté Sándort is. El tudjátok képzelni azt, a Pinté Sándor ebben benne egy oszló holttestet, amikor nappal 40 fokon, éjjel is 30, hogy 3-4 napig ott élelnek, kutyafuttató van mellett, és a kutyák nem veszik észre. De, hogy nem igaz. Meg az emberek is. Na és ők ezt akarják megetetni az emberek. Itt a magyar rendőrség, hogy egy 25 éves rendőrségi munkatársak nem volt ő állományban, csak pszichológus volt a rendőrségnél, a határozott idejű munkaszerződése volt, megölnek, és ezt eltusolja a magyar rendőrség, hogy ki a valódi gyilkos, mert visszahozt ugyanazott a Vizovicki ügyben a maffia a Baranya megye rendőrségkapitányságnak, ez már nem állam. Tehát ez már nem állam. És ezen keresztül meg lehet őket most fogni. Minden zártadó. Mi volt a gyilkosság indíték? Na, ezek bármilyen. Nagyon szívesen minden holnap itt van. Pendrive-ra rárakjuk az összes filmet, mindent odaadom magának. Ha? Itt lesz holnap? Ha lesz a vonulásból valami, amit őszintén remélek, akkor igen. Jó, akkor lementjük addigra a dolgokat, és akkor odaadjuk. És akkor... Köszönjük, hogy meghallgatok. Mert ezen keresztül meg lehet bukratni a szorban. Ezt akkor van. Oké. Jó. Jó éjszakát, jó. Akkor mindegy. Köszönjük, hogy jó. Én is köszönöm. Jó éjszakát.
Nem, koronavírusos beszélt, és beszélt vele, mondta, hogy ő nem tud erről, arról, hogy most között a legyen, eléggé itt hagyom a dolgokat. Jó, de kamerát hiszel, no? Kicsit gondolkodó ember, és nem a rendőrség a toppon van a helyet csak körülnézek, hogy sötétben, hogy mi van ott a réten. Most mi történne velem egyedül? Nem is, és nem vagyok egyedül, mert viszek magammal 975 ember. Elmentem be, és így nem vijasztam be. És húzni hogy? Átadjuk neki. Prima. Oké.